Sziasztok! Nada 86 vagyok, és ez itt a Nada 86 egy szivacs VS tekit, vagyis a The Tekit Kingdom, és végre megcsinálom a Sorting Machine-eket. Rendesen. Szóval, Sorting Machine az... Ja, hülyén néz ki. Na, de... Kicsit bonyolult is összerakni, és kicsit drága, és Blue Resistivity-vel működik, de nagyon jó dolog. Kell hozzá Red Doped Wafer. Red Doped Wafer az úgy készül, hogy van Silicon Wafer, és Redstone-nal kiégetjük az Alloy Furnace-be, van egy halom Silicon Wafer-om, csak egy halom Redstone kell mellé. Ami azt illeti, azt könnyen tudok szerezni. Ups. Jó. 1, 2, 3, 4. Jók, egy stack Red Doped Wafer, mert megtehetem. Jó, már nem sok kell nekem. Igen, és... Ezen kívül kelleni fog vele Blue Alloy ingot. Nem tudom mennyim van. Van elég. Most akkor ez 6 Sorting Machine-re elég. Max majd később csinálok még. Kell Iron és Blue Alloy. Igen, a Blue Alloy már megvan. Van Iron Dust, az pont jó. Elhalakítom Iron-nál. Jó. Akkor ahogy van egy kis Red Doped Wafer. El is kezdem a craftolást. Ide két Red Doped Wafer, Iron körbe, alulra egy Blue Alloy, és középre egy filter kell. Na most a filter megint egy drága dolog, úgyhogy inkább azzal kezdem. Na. Fú, hát ez tényleg jó drága, de nagyon hasznos. Nagyon hasznos. Filterbe kell Gold Kész. Piston Cobble. Ha. Gold Piston Piston volt pistonom. Piston, Cobble. Jó. Használom ezeket, mert van úgyis egy halom cuccosunk. Kell egy Blast Furnace is. Goldatból csinálok goldot. Ha, még kéne gold. Sok. Jézus Atya Úr Isten, ez a Blast Furnace, ez nagyon durva dolog. Igen. Soul Sand, Netherbreak, Magma Cream. Soul Sandem nincs, azért le kell menni a Netherbe. És ez? Fuck you! Na jó, előbb aludjunk, aztán nem megyek arra a rohadt Netherbe. Aludni kéne? Igen. Fenelsen vele. Mindjárt még kell nekem... Ilyen... Hát tudom, itt lemegyek bányászni, előbb kipróbálom ezt a tök jó Distraction Catalyst-et, utána mehetünk. Úgy van, úgy van. Netherbe! Jó reggelt! Okay. Aludjunk. Jó. Én már alszom. Megint leestem. Na jó. Majd a meleg ágyainkat lehet, hogy szét kéne szedni, de... Igen. Egyébként funkcionalitás szempontjából praktikusabb, mert kevesebb helyet foglal el. Jó, na. Tehetjük így is. Már elvileg kell legyen egy halom Red Doped Waferom. Igaz is. Nos, akkor filter. Filter, az... Nagyobb uta vagyok, hogy kimékszer. Már ide vissza kell jönnöm. Jó. Szóval kell gold. Kell couple. Kell piston. Kell red dot wafer. És kész a filter. De kifakjázatlan bánya részben azóta sem mentem vissza, pedig ez a mikor volt. Szóval, nem tudom, amennyit tudok, annyit csinálok. 8. Remek. És sorting machine. Akkor kell a filter. Doped Waferök. Blue Alloy. És egy halom vas. Most kelleni fog nekem még Blue Alloy Ainot. Az a szarhoz pedig kell Nikolit meg Silver. Melyikből kell több? Nikolitból vagy Silverből? Mihez? Blue Alloy Ainot. Blue Alloy. Nikolitból, ugye? Szerintem. Jó, mindegy, most úgy döntöttem, hogy Nikolitból. Úgyhogy abból csináltam. Annyira jó ez a Distraction Catalyst. Kicsit már praktikus. Vagy. Mondjuk így. Jó, nem tudom, hogy került ide. Jó, szóval... Kéne pár ilyen állnot. Jó, igen, jól számoltam. Hadd égjenek ki ezek.
Terem, 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 terem. Ne! Mi a fene történik veled? Jézus, atya úristen, véletlenül beledobtam az emerált kardomat a lávába, de visszapattam. És megúszta. Wow. Mázlista. Jó. Ja. Ó, ez véletlen volt. Akkor van 8 shorting machine-em. Most a shorting machine-t azt bemutatom itt gyorsan a földön, csak kell hozzá a Blue Retricity. Nem tudom mennyit vesz föl, nekünk most van sok. Na. Két oldala van ugye, mint legtöbb dolognak. Egy bemenet, ott egy chestből vagy ilyesminek, ilyesmiből tud venni dolgokat. Na most én nem akarok chestet használni, mivel folyamatosan menni kell az itemeknek, ezért egy buffert fogok használni, ami idéglenes chestként működik. Na most a buffer az kell hozzá iron bar, meg wooden plank, annyira nem drága. Tungsten. Igen. Ne, nem akartam ennyi Iron Bart. Mindegy. Semmi probléma. És wooden planks. Hát, hogy fordítva. Pont fordítva, nem baj. Így, né? És ebből is kell nekem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab. Jó. De most jelen pillanatban előbb inkább bemutatom egy sima chest-tel, mert lehet, hogy gyorsan. Skelly, hogy kerültetek ide? Úgyis kellni fog egy halom chest, úgyhogy egyelőre csinálok 2-t. Szóval az egyik oldalán van a chest, ebből veszi majd a dolgokat. A másik oldalán van a pneumatikus cső, ebbe adja majd le. Most a pneumatikus csöveket lehet festeni egy... ecsettel, amit fogalmam sincs, hogy kell craftolni. Úgyhogy megnézzük. Ez a paint brush nevű dolog, mert a painter az a industrial craft ecset, paint brush pedig a... hogy hívjákos ecset. Most egy paint brush-t nagyon egyszerű csinálni. Egy darab stick, meg egy darab wool. Ez a redstone-os painter. Össze is rakok egyet gyorsan. És utána ehhez kellenek különböző festékek. Most nézzük például egy yellow paint. Paintekhez mind kell flux seed. Na most meg a... Hát azt a dark roomomból ki tudod halázni. A szín anyag. Szóval nekem most kelleni fog. Használok pirosat meg sárgát bemutatás céljára, mert az gyorsan szerzek a dark roomból mind a kettőt. Így van. Nézzük. Flaxseed, gyűlik szépen. Kicsit elmegyek és hagyom, hogy gyűljön. Hány percre kezdhettem amúgy ezt a részt? Nem tudom. Yeah. Én attat nem figyelem. Mindegy, most ezt befejezem, max ez egy ilyen extra hosszú rész lesz. Extra rövid szerintem, mindegy. Ez a... az egész válogató rendszer, á? Az előbbi volt extra rövid. Jó, Oké, okay, befejeztem a bányászást. Gyűlik. Na. Na, átruccanok, ne van dörde. Van elég ahhoz, hogy összerakjak egy keveset. Viszek mindenféle festékes izét is. Na jó. Szóval, össze kell rakni először is valamilyen festéket. Például most pirosat. Kell 2 flaxseed. Meg a paintbrush. Nem, meg egy vödör. Paint can. Tin plate. Úristen, ez még ilyen bonyolult dolgokból áll. Most nem is emlékeztem, hogy ez ennyire hülyes. Na, magma creamhez mi kell? Slime ball, meg valami ilyesmi. Tin plate, azt ki kell égetni iron meg tint, úr is. Ezt minek bonyolítják ennyire nekem? Nether nem szeretem, mert lagolok benne. Lagoló? Gyorsan találjunk smooth stone-t. Lagoló a netherbe?
Vagy mi ez? Soulstone, nem Smooth. Soulstone-re gondolsz? Igen, na. És itt a Nether Fortress, amit te is megtaláltál egyszer. Ja, az jó hely. Na, szóval kell ilyen template. Fene essen bele, hogy ezt ilyen bonyolult craftolni egy ilyen vödröt. Na jó, 8 elég. Csinálok egy vödröt. Yes, vödör. Már itt lehet csinálni MC farmot a Netherbe. Tudom a módját. Mire gondolsz? Kell csinálni jégkockákat, azt annyiból áll, hogy water szelleket be kell tenni. Igen, igen, csinálunk jégkockákat, lehozzuk a Netherbe, lehozunk egy korrit, betesszük a lávotó közepére a jégkockákat, kitörjük, obszidián generálódik, és ezt a korri folyamatosan szedi ki. És ez jó sok EMC. Igen, és akkor most ez így pirosra lett festve ez az ecset. És ha összerakok egy másik vödröt, akkor abban mondjuk tárolhatok sárga festéket, mert ez nagyon jó. És nincs rohadt smooth stone, de gázt az van, az meg. És akkor csinálok egy sárga ecsetet. Meghalsz akkor is. Hova céloz az a szerencsétlen, nem is itt vagyok. Szóval most elrakok minden szart, ami nekem nem kell jelen pillanatban. Á, az ide jött elém, nézd már! Én nem látom sajnos, de... Elképzelem. Á, megölöm. Karddal megölök egy gáztot, hajrá. Figyeled? Na jó, szóval... innen mennek a vezeték. Mennek csövek. Mondjuk két chestbe. Alapból ugye a... Fenébe, hogy nekem nincs még egy chestem. Alapból ugye a Red Power az akkor egyenletes, egyenlően küldeni egyikbe meg a másikba, mert ugyanakkor a távolság. Ha az egyik közel benne, akkor mindent abba küldene, amíg lehet. Na most, Sorting Machine erre jó. Inkább három chest kéne, hogy bemutassam a dolgot, meg kéne még egy szín. Még egy szín, egy darab valami szín kéne, tök mindegy. Előbb egy chestet összedobok. Így van. Úristen, Blaze Power, vagy Blaze Rodunk van. Van. Helyes, nagyon jó, én is így gondoltam. Jó, akkor még egy chest, meg összerakok még egy vödröt. Vödör. És rakok bele, láttam az előbb itt ilyen kis másik virágot. Abban lesz festék. Igen, kék, az nagyon remek. Igen, kék festék, vödör és flaxseed. Igen, és van kék festékem is. Na. Úristen! Mi? Gyorsan egy TP-t, írj be! Beestem a láva tengerbe. Nem vagy fent, de beírtam a TP-t. Jó, és akkor várjál, amint... Várjál, akit előbb bírsz, azt tépéz a másikhoz, ugye? Mi van? Tehát per TP, szívas Nodar 86. És amint fellépek, egy sürgősen egyente. Jó, figyelem, ahogy kívja, hogy join the game. Hit takes. Köszönöm. De megúsztam! Jól van. De nem szereztem Soulstone. Remek. Szóval, ebbe a távoli chestbe soha nem menne a dolog. Legyen most kék, ez itt piros lesz, ez pedig sárga. És... Na nem jó. Ez így pont nem jó, ez így a felépítés, mert a piroshoz át kell mennie, kékhez át kell mennie a piroson. Nagyon jó. Most hallasz? Én. Igen. Igen. Ja. Csak már egy pillanat kiment a netem. Amúgy a legutóbbi részben, amit összevágtam, azt vettem észre, hogy... nagyon nagy a háttérszajod. Nekem? Pedig itt nincsen nem semmi? Nem úgy, a sima, a statikus zaj. Ez a... Igen, azt tudom. Nem szerzel be egy rendes mikrofon? Ez egy rendes mikrofon. És ennyi nagyon háttérszaj szeretem. Van vele? Nem szerzek be, egyenlőre jó lesz ez, na. Na,
Szóval ez itt a kék út, ez itt a piros út, ez itt a sárga út, ilyen egyszerűen be lehet festeni. Na most úgy működik, hogy az olyan cső, ami kék, piros vagy sárga, az csak a kék, piros vagy sárga dolgokat engedi át, illetve magához vonza, azt hiszem úgymond a kéket, pirosat vagy sárgát. Ha úgy állítod be a rendszert, hogy ne tudjon más fele menni. Szóval itt a sorting machine, és ennek több módja is van. És megnézem a wikit, mert nem akarok hülyeségeket mondani, egy perces jövök. Nos, emberek, ennek sokféle módja van. Abból van olyan, amit én sem ismerek, van olyan, amit ismerek, de most bonyolult lenne elmagyarázni. Azt magyarázom el, amire nektek szükségetek lesz ahhoz, hogy válogató rendszert építsetek. Szóval, ez az any stack, nem, any item with default, ez a jel. Ez úgy működik, hogy itt beállíthatsz alul egy default, vagyis ilyen előre beállított szint, mit tudom én, nálam ez a piros lesz. Tehát bármi, amit nem tud válogatni, nem tudja, hogy az hova menjen, az piros lesz. Na, hol a piros? Itt. Itt a piros, hol a piros? Szóval. Ha-ha-ha. És utána ezekbe az oszlopokba be lehet rakni dolgokat, mit tudom én, az elsőbe berakom a wood dumplings-t, meg a wool-t, másodikba berakom a blue alloy ájnotot, és a buffert. És utána be lehet állítani, hogy ezekhez milyen szint adjon itt lent. Mit tudom én, legyen ez sárga, ez pedig legyen kék. Na, ez így fog működni, ezután semmi más nem kell neki. Csak az, hogy legyen mellette egy olyan inventory, amiben ezek a cuccok vannak. Most nincs full, de mindegy. Illetve kell neki redstone jel. Na most ehhez szereznem kell egy kart, vagy valami timer. Az nagyon jó. Szóval ezt lemegyek, és hozzákötöm a redstone-t, illetve ugye belemegy a Luritricity, az kell neki. És akkor kiszed egy itemet ebből. Jó, ez gáz volt. Szóval kiszed egyet innen, rárakja a megfelelő színjelölést, ezután elküldi. És így minden a megfelelő helyre fog menni. Persze ezt lehet sokkal gyorsabban is csinálni vele. Így hatékonyabb jóval. Például most átküldi az összes fát a helyére. Szépen mindegyik sárgát kap és bemegy a sárga csőven keresztül a ládájába. Utána fogja az összes blue alloy ájlatot, és úgy meg a buffereket, azokat kékre festi. Ezután jön egy halom szilikon wafer, amit nem tudod hova besorolni. Úristen. Ezért az piros lesz. Hallod, itt már teremtődött egy csomó. Ha mondjuk viszont 46 blue alloy ájnatot rakok bele, mert mondjuk nem annyit, amennyi nálam is van, mondjuk 23-at belerakok, akkor 23-asával fogja kihúzni, viszont ha kevesebb marad, tehát mondjuk csak 14 blue alloy ájnat marad, akkor azt már nem tudja hova rakni, és azt is a defaultba fogja rakni. Szünet. Teremtődött itt már egy csomó flexív, meg minden. Szóval, hogy ezt kellene kell, vagy elindíthatom a gyémántgyártást? Ja, elindíthatod. Bocs, azt csak úgy elfelejtettem. Jó, ez a alapja a buff... a... hogy is hívják ennek. És a buffert azért fogok használni, mert az egy nagyon kis praktikus ilyen inventory helyettesítő dolog. Mindjárt megnézem, hogy konkrétan miért jobb. Nos, igazából nem ír róla semmit a wiki, de ez egy ilyen mini inventory, és így gyorsan és könnyen tudja működtetni, ráadásul kompakt az összes, kompatibilis az összes Red Power-ös dologgal, úgyhogy egyszerű itt használni, és jó választásnak tűnik. Fúj, csúnya padló.
Na, Creeper, most azonnal takarodsz a Dark Roomomtól, és ezt nem hiszem el! Ezt állandóan megszívjuk! Hát igen. Kell ide egy kipaszott kerítés már. Vagy valami. Hanyadszor robban fel ez a szar, már a tököm ki van. És ráadásul az összes mag itt lebeg a földön. Szívás. Aj, az anyád... A rage. Komolyan. Nos, ebben a sorokban fognak bejönni a dolgok. Anyád. Méghozzá Buildcraft csöben jönnek be. Úgyhogy... Nézzük. Jön be... Scobblestone Transport Pipe. Ups. Ide bejönnek a dolgok, amit benne beleraktunk, és már nem tud hova tenni. Igen, és ezután a... Jó, nem itt fog lejönni, mert nem fogjuk tudni megoldani. Ebben a sarokban fog lejönni. Bőven van hely. Így, lejön. És át kell kerülnie egy Red Power-ös sűrűrendszerbe. Ugye ez itt szépen mind bemegy egy chestbe, ahonnan egy... mi a fene veszi ki ebből jól a dolgokat? Mi az, ami stackenként is tud kihúzni dolgokat és Red Power-ös? Transposer. Az nem egyesével szedi? Nem, az a filter. Tényleg? Igen. Nem, a Transposer egyesével szedi. És a filter szedi stackesével, akár. Jó. Legyen így. Így van. Jó. És kell bele még arany. Anyád édes. Nagyon érdekes, hogy nem dobja ki az aranyat, amikor berakom az aranyat. Nem oda tedd már azt a szart! Bocs. Nem oda teszem. Megígérem. A redstone csöveknek beszélek. Akkor is, én se teszem oda. Jó. Jó, filter. Nincs, a filter megmaradt. Perem-perem-pem-pem. Ne, mi a szart csinál ez már megint. És kell nekem egy screwdriver. Szedi ki a virágokat. Egy screw... Leestem a hülye izémről. Ne! Állj! Stop! Fuck! Mi az anyámat csinál már megint? Úgy látom, nem működik az a dolgod, ami azt akarná, hogy működjön. Itt a screwdriver-em. Jó. De ez kurva jó. Itt van. Hányszor én robban már fel ez a szart? Hát én nem tudom. Hányszor szívtam meg. Nem én vagyok megmondója. Itt van. Hú, baszdmeg. De oda bemész sürgősen? Itt lesz az első buffer. Na. Ups. De a felső oldalon semmi jó, akkor... Így kell, hogy álljon. Na. Nice and easy. És ebből fog belemenni sorting machine-be. Jó. Sorting machine már kapja is a bufferbe, ugye nem kell. Nem. Jó. Ebből megy bele a cucc, és akkor itt ez ketté válik. Egy megy tovább, és egy közvetlen ide le. Begyűjti valamibe, vagy hát attól függ, még ezt itt lehet fejleszteni. És akkor most összerakom a chest rendszert. Csak egyelőre kipróbálom, hogy mi van, ha ezt befestem pirosra. De lerakok chestet, beállítom pirosra ezt. Ez fehér, de meg piros leszel. Én is Blue Retricity rendesen. Hello. Ez fura van töltve.
Megpróbálom közvetlen lehozni, akkor is zavarja-e? Vagy akkor simán megy. Ja, hogy itt el van vágva a kábel. Akkor persze nincs Blue Retricity. Jó. Hát ezt már jó régóta veszem, de hát mondom, ez ilyen jó hosszúkás rész lesz. Szóval. Ide megy a piros dolog. Ide pedig megy minden, ami kék mondjuk. Bár az olyan nincsen lesz. Szóval tök mindegy most ez. Igen. És akkor ebbe meg a piros az a wooden planks. És ide belejött a sok wooden planks. És akkor először is ennek. És miért, ez most miért ilyen vérszegény? Adtam egy jelet. Ez beletöltötte a bufferbe a wooden planks-t. Ezután ez is kapott egy jelet. Kettőt már. Kiszedett két wooden planks-et és besorolta őket jó helyre, szóval ez itt működik, és hogyha felgyorsítjuk a folyamatot, akkor viszonylag gyorsan beválogatja az összes wooden planks-et a helyére. Jó. Nos, hát milyen ládákra lesz szükségünk? Jó ládákra lesz szükségünk. Összerakok gyémánt ládákat, mert a gyémánt ládák jók. Meg menőn néznek ki. És sok minden fér beléjük. És azért nem kristály ládákat, mert az lagosíthat. Jó, hogy is kell. Oké, fixálva van. Először is ebből kell csinálnom következő szintűt. Sima vasláda. Iron chest. Ó, van EMC, akkor megtanítom a kis izét. Jó, akkor van Iron chestem. Aztán Iron chest köré kell goldot rakni. Ó, még több goldot. Mit ilyet rakok. Jó, picit sokkal is lett mindegy. Ez a gold chest. Így van. Ebben mindig kéne szén. És ezután e köré kell rakni két gyémántot. Meg egy halom üveget. Üveget. Működik csarkollal is. Nem. Szenébe. Na, üveg. Na, igen. Param. There you go. Diamondok mennek két oldalra, középre egy arany, alul felül. Ó, Isten! És ez egy gyémánt láda. Ennek jó sok az EMC-je. De megéri, mert tényleg nagyon, nagyon praktikus. De most csak hármat tudok összerakni. Megnézem, hogy mi történik, hogyha EMC-be alakítom az összes létező értékesebb dolgunkat. Akkor össze tudok. Ja, még azt akartam csinálni, hogy még jó. Még egyet. Figyelj, van, mennyi EMC-d van? Egyébként ott a sarokban, ahol beraktad a rolling machine-t, ott kéne, hogy lemenjen a összes dolog a válogatásomba. Ja, akkor szedd ki onnan a rolling machine-t és rakd el onnan a rolling machine-t. Még egy olyan bő 100 000 EMC-d. Te hogy van? Egy darab dark matter-öd. Van kettő. Egyet le tudsz passzolni, mert kéne most diamond chest sürgősen, hogy tudjam folytatni, amit művelek. Most azért cseszünk el egy Dark Matter-t, nem már, ez is ilyen rohadt lassú. De legalább én tudom folytatnia. Te meg addig úgyis izélsz, Railcraft ezzel. Majd hagyjuk futni és termelődik sok. Hát, csak hiszed, hogy sok. Ha mindegyiket közvetlen egyből arra használjuk fel, hogy izé legyen belőle, jobb kollektor, akkor simán 6 óra alatt el lehet érni nagyon fejlett szintekig. Nekem az a rekordom, 6 óra alatt maximális szintű energy flower. Na,
nézzük. Diamond Chest. Milyen részekre válogassuk a cuccainkat? Itt a részleg meggondolom kell értékes. De az nem innen jön. Tehát ide már csak az jön le, ami nincs fent a bányászott értékes cuccok között. Az jön közvetlen ide, illetve nem szemét. Na, melyik az értékes chest? Hát most ott fent van, mert még lent nincsenek chestek. Nem tudom, hogy legyen lent. De hát nekem van egy ötletem, szóval ragd le az értékes chestet oda, ahol végleg lesz. És mire? Mit csinálsz? Mert nem tudom, hol lesz. És pont megcsinálom, hogy a Solar Flowerből meg a Dark Roomból is közvetlen ide jössenek a cuccok teleport pipe-okon keresztül. Ide nézd, ide told be ebbe a csőbe, és majd szétválogatódik. Tényleg ez nem hülyeség. Ez lesz az értékes chest. Pirossal jelölve, és ide kell minden értékes dologból egy. Fa. Azzal teszteltem. Aha. Kék, ami tovább megy. Jó. Szóval ide ebbe a két sávba, vagy amennyi kell, be kell pakolni az összes értékes dologból egyet. Redstone. Vas. A baj, nem biztos, hogy mindegyikből van egy. Gyémánt. Eternalis. De le már úgyis... Várjál, ilyen porok jönnek, ugye? Le. Sok por. A por. Dark Matter. Nekem ez a kettő kell, mert ide fogom vezetni. Egyelőre ennyi van nálam. De bármennyit beállíthatunk pirosra, szóval... Lényegtelen. Tudom, megépítem az egész rendszert, és azt majd később kitaláljuk, hogy hova mi válogatódjon. Oké? Okay? De ezt a Eternalis meg a Dark Matter-t így hagyod létsz, mert én már indítom a rendszeremet. Mindegyik válogatóból két fele lehet válogatni, és a többi megy tovább. Következő bufferbe. Onnan egy következő... sorting machine. Várjál, a can receive. A can receive azt... Azt a... Azt a... Tehát azt kell false-ra állítani, ahol igen. Kijön, nem? Értem. Egy kicsit itt... Brokolnom kell sajnos. Igazából, amit most csinálok, így kell lerakni az egész rendszert. És utána ti eldöntitek, hogy melyik chestbe mi menjen, feliratozzátok, és beállítjátok a sorting machine-be, hogy... hogy tényleg oda vigye. És igazából ennyi a rendszernek a lényege. Tehát az elvet már bemutattam, most már csak megépítem. Úgyhogy, megnézem, hogy ez mennyire hosszú ez a rész már, mert fogalmam sincs. Hát igen, ez már egy elég hosszú rész, így is lehet, hogy ketté lesz. Sziasztok!